No, hát mégis csak a felső ágról jön az első mérkőzés, de lehet, hogy volt egy olyan szándéka az amerikaiaknak, hogy ne Leonard Gates-el kezdjenek, hanem azért legyen egy kis hangulat. A hangulat egyébként meg lesz nagy valószínűséggel, hiszen tegnap 24 órával ezelőtt is azért érezhetük és láthattuk, hogy nagy volt a készülődés, hiszen ugye csak úgy, mint az NBA-ben, az NHL-ben is zajlik már a főcsoport döntő, pontosabban az NBA-ben már a nagy döntő, az NHL-ben a két főcsoport, és a Rangers tegnap e programot követően 3-2-re megverte a címvédő Tampát, és így a 4 győzelemig tartó párharcot 2-0-ra vezeti, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi se állunk rosszul. Azért van, hogy 1-0, igen. És majd holnap folytatás, reméljük. De ide visszatérve, most egy kicsit átérezzük egyébként az NBA szakkommentátoraink életét, hogy milyen az, amikor hajnalban kezdődik a buli. De tény és való, hogy itt azért most láthatóan egy picit még többen is vannak, mint egyébként a délutáni etapon a nézők. Valószínűleg egy kicsit talán megteszi a hatását az, hogy azért ott is lehet normálisan. Igaz, 21 év felettieknek csak, de alkoholt fogyasztani, és egészen jó kis meccsek, és talán most már Gary Anderson ezúttal a saját nyilaival is fog tudni játszani, ha jól látom. Ugye volt neki egy kis problémája, gyanítom egyébként, hogy valami bőrönt vagy... Ő nem érkezett meg? A nyilát, ez az övé már. Jól látom. Szóval igazándiból igen, valami miatt elveszítette a nyilait, ha jól tudom, a bőröngyeivel volt valami probléma, és emiatt Peter Wright-tól, illetve Johnny Clayton-tól kölcsönben nyilakat, és kérdezni, bocsánat, hogy itt a nyilakat akkor föl kell adni, gondolom, mert ugye ezek ilyen szúró eszköznek minősülnek, tehát ezt nem viheti kézipodgyászban. Tehát kézipodgyászban nem vihető a... Ha nem, bocsánat, igen, csak közben ránéztem, mert ugye megint csináltunk egy Facebook posztot a mostani hajnali közvetítéshez, és ha valakik velünk tartanak, akkor nyugodt szív, és van kedvük kérdezni, vagy beszélgetni velünk, akkor nyugodtan ott meg lehet tenni. Szóval igen, kézipodgyászban ezt a fedélzet, hogy nem lehet fölvinni a darts felszerelést, ez kifejezetten fegyvernek minősül, úgyhogy hát legalábbis a repülés technikai világban fegyvernek minősül, és de egyébként teszem hozzá, hogy bizony elég komoly sérüléseket tudnak okozni ezek a nyilak. Ez meg egy 144-es kiszálló majdnem röppenti Smith kezéből, úgyhogy ilyenkor azért nagy gondban vannak a játékosok, hogyha ilyen podgyász problémájuk felmerül. 12. Egyébként ez a 27. egymás elleni meccsük, ugye idén azért játszottak már jó néhányszor, szám szerint 4-szer. Ezt most kidobja közben Smith, ugye 3 Premier League meccsük volt, és ebből 2-t ugye megnyert Smith, egyet 6-1-re, a legutóbbi pedig 6-2-re, a 6. játéknap döntőjét az Gary nyerte 6-4-re, és ugye Bansiban volt még egy Players Championship fordulóbeli meccsük, az is Gary Anderson 6-4-jel. Ugye itt 8 nyert legre megy a, most már a negyed döntő. Írják ugye a the best of 15 leg, így szépen magyarosan mondja, de a lényeg az, hogy 8 nyertre megy a történet. Végig egyébként, tehát végig, de ugyanaz a szisztéma gyakorlatilag, amit a Premier League-ben ugye látni szoktunk, 4 negyed döntő, 2 elődöntő és egy döntő. Ez ugye a World Series sorozatnak az első állomás, ez most az elmúlt 2 évben ugye nem került megrendezésre, hiszen pandémiás veszélyhelyzet volt az egész világon, és ezért ugye ezeket az utazásokat nem volt egyszerű, gyorsan bele fókuszáltak egy dartsztokba. Ez Gary-é volt? Szerintem igen. Vagy várjál, nem, mintha lehet, hogy Smith-é van nyitva, nem tudom, valaki, mintha... A másik ott a tolla, 140 ez is. Ez Gary Anderson, ott van. Igen, most látom a tollat én is valóban. De ezek továbbra sem úgy néznek ki, mintha az ő nyilai lennének egyébként, teszem hozzá. Bár ugye ez az én nagy gyengém, hogy így nem nagyon szoktam képről olyan könnyedén rá, bár rá szoktam ismerni azért speciálisabb nyilakra, de most úgy látom, hogy mintha nem az övé lenne egyébként, vagy legalábbis nem a standard nyilai közül valamelyik.
Igen, most dob egy 140-et kezdésként, és az... Ott a Tokban is egyébként különböző nyilak voltak, azt lehetett látni, hogy nem, nem ilyen standard nyilak voltak oda berakva. Ez jó. Bizony. Na, jöjjön egy 180, nem jön, 140. Most nagyon meghúzta ezt a leget Anderson, de most picit belassított, de Smith nagyon le van maradva. De 2-0-ás előnyben mondjuk ez nem egy olyan... 140-nel most egy kicsit rálép ő is. Ugye mondtad, hogy hány meccset játszottak már karrierjük során. Ütött a harmadik nyilat a bennálló kettő. És így még egy kerekítő nyilat dobni kell. Azt se felejtsük el, hogy ők nagyon sokáig együtt készültek versenyekre. Kvázi ilyen mester és tanítványa viszonyban voltak, vannak, nem tudom. Hát ez hihetetlen. Na mi van? Alan Sharapnak volt tegnap ugye egy borzasztó napja szegénynek. Igen. Is. Hát az nagyon nem jött ki neki az a nap. Ez a 71-es átlag. Na, de azért csak megvan a leg. Szép itt Gary Anderson, 2-1. Ott a 180. Elnézték ott lent a nézők. Nagyon örülnek. Jó, de itt van. Ez a lényeg. Újabb 140. Na, jöjjön már egy 180. Ott van! 180! Most tényleg elszabadulhatok. Jó a hang. Most sokkal jobb a hangulat, mint délután. 140! Oh. 123. 58 marad, nem jött a tripla az utolsó nyíra. De hát nagyon magasan marad Gary Anderson. És a dupla 10. Az meg megvan. Eltévedt a nyíl, ez már jó lent, sőt, mind a két tripla 19 jó. A kettő alatta, de a harmadikat sikerül beledobni a triplába. Hét pont érkezik válaszként Andersontól. És még csak azt nem tudom, hogy szerintem lehet még az is, hogy ilyen hosszabb meccsek esetén egy szünet is lehet a meccsben, de én nem kaptam erről információt. Hogy lesz szünet? Igen, hogy esetleg ötlegnél beraknak a szünetet, de ez mindjárt kiderül. 140. Bátran oda dobta azt a harmadikat, pedig nagyon lógott az a nyíl. 85. Bá! Lemény a dupla 13. Na, 109-ről. Megvan a tripla belőle. És a dupla 20, bedobja 3-2. Nem lesz szünet. Nem lesz szünet. 3-2. A Gabert is ki tudtuk. Hát figyelj, ha most itt egy szünetet betolnának, azért az eléggé elhúz. Az elhúzná, nagyon azt gondolom, hogy még 8 leg az talán belefér. Azért a speciális állóképesség ezeknek a játékosoknak szerintem megvan a 8 leghez folyamatosabban a
8 nyert leghez, mert azért ez hosszú meccs is tud lenni. Abszolút, 15. 15, igen. Tehát... így van, így van. Smithnek jó az átlaga, az első 9, és Verdesi alulról a 100-at. 90 alatt egyelőre Gary Anderson. Igen, a kiszállózásnak köszönhető. Láttunk olyan meccset egyébként délután is a North American Championship-en, hogy valaki úgy vezetett a mérkőzésen, ráadásul két leggel, hogy 10-12 ponttal gyengébb volt a kör átlaga, de a kiszállózása sokkal, sokkal magasabb százalékot hozott, mint az ellenfélnek. Hát ugye a kiszállóra játsszák ezt a gyönyörű játékot főleg. Persze nem árt gyorsan leérni, de az se baj, ha valaki első, vagy legalább körön belül befejezi a dupláját. És ez a dupla tízez mentő ez nagy kedvenc, igen, ő nagyon szereti a dupla tízet, sokszor úgy is kerekít, ugye 62-nél nem tripla tíz, dupla 16-ra megy rá, hanem tripla 14, dupla tízre, sokszor használja kiszálló szektornak a dupla tízet Smith. Kérdésként jött, hogy mennyi, szerintünk meddig fog majd Gates eljutni. Hát ugye nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lelki állapotban fog most odállni, hiszen ő neki a legfontosabb az volt, hogy megnyerje a délutáni versenyt. Ez sikerült. Neki az, hogy Peter Wright-tal játszhat még, az most egy gyakorlatilag egy extra. Hogy ez az extra lehetőség, ez majd őt feldobja, és egy magasabb színvonalú játékra ösztökéli, ezt nem tudom. Az is lehet, hogy egy picit le fog ereszteni, és esetleg több lesz a hiba a játékában, az meg Wright ellen nem fér bele. De szerintem, ha tudja hozni azt a jó teljesítményt, amit azért láttunk tőle egy párszor, akkor még meg is szorongathatja Wrightot, de szerintem ez túl hosszú ez a meccs ahhoz, hogy meg is verje Peter Wrightot. A rutin azért nagyon sokat számít. 40-re kerekít Gary Anderson, 177 nem 137-et hozhat. Meg is oldja. Gyönyörű. Az is 40. Dupla 10. Ajaj. Ajaj, ajaj, ajaj. Dupla 5. Bedobja. Akkor a most van. Fél időben van szület, mégiscsak ugye hét legnél. Ugye most egy érdekes heteket fogunk élni, hiszen a mostani US Darts Masters után lesz majd egy Nordic Darts Masters, amit Kopenhágával fogunk közvetíteni jövő hétvégén. Az azt követő hétvégén, utáni hétfőn rögtön lesz a berlini döntője a Premier League-nek, és már azon a héten csütörtökön elkezdődik a World Cup of Darts, ahol lesz ugye magyar csapat is, Lakatos Geri és Prés Nándi személyében a magyar csapat a 32 ország között Frankfurtból élőben, és majd az azutáni hétvégén is lesz egy Dutch Darts Master szintén a World Series jegyeiben. Úgyhogy nem fogunk unatkozni a hétvégén. Ausztrália. Hát a július közepétől végéig a World Match Play, ugye a második legnépszerűbb és legnagyobb torna a PDC berkein belül, hát ez itt pedig a legjobb hely. Legjobb hely a teremben, az van legalábbis kiírva a falra mögöttük. Ott szembe lehet őket látni, ott a nagy fotelekbe. Mondjuk a legjobb hely a teremben az a színpadon van, de... A nézőknek mindenképpen ott a helyük. Nagyon jó. És ott a két tripla után a dupla tíz nem jön. 164, nagyon magas kiszálló lenne ez. De megoldható. Ez megvan, meg még egy kell. És a bull! Úha! Hát ez nem volt messze. Dupla öt. Úha, kerekít.
Hova dobta? Ajaj, hát valami nagyon nincs rendben most itt Gary Anderson fejében. Dupla 10 pedig nem okoz gondot. 6-2. És ez azért már komoly előny. 41. Repülgetnek ki a tollak a nyílból, úgyhogy... Na, most kiesik a harmadik nyilag Michael Smithnek, úgyhogy ez ugye nem számol bele ebbe a körbe. 100-assal folytatja Gary Anderson. Itt is van egy tripla, úgyhogy nagyjából együtt. Szép. Szép 131-es kerekítés lefelé, fogyasztás inkább. Na ez már sokkal inkább a kerekítés irányába halad. 137-92-re megy le Gary Anderson. És 244-re érkezik Smith. 140. Na, 92. Két dupla 18, meg még egy. Nem sikerül megoldania. 104-ről, 100 fölöttivel, 7-2 lehet. És a dupla 14. És be is megoldja a Smith. Hát ő az, aki egyébként, ugye bár ugye neki a Premier League az nem úgy indult, ahogy szerette volna, és ezért ugye neki elég hamar elszálltak az esélyei. Arra, vagy a valós esélyei, hogy ott legyen a végelszámolásnál, de most úgy tűnik, mintha kezdene formában lendülni. No, hát vannak, akik Floridából követnek minket, ők legalább időben vannak. Szép délután. Nekik szép este van, igen. Szép estét délután, késő délután, kora estét. Ott be jön most a tripla Smithnél, 60, de a közsebb aggódni valója nincs, hiszen egy legre van a elődöntőtől, 123. Na hát, egy-két New York Jets szurkoló. Már délután elégedett voltam, egy talpig Celtics ruhába dőlt, az öt szurkoló volt, úgyhogy... 180! Bántott fiú. Vagy megnyugodom a kedves nézőt. Hát mi másba, hát... Viszont Rangers-ös mezeget nem lehet, hogy alszanak a nagy öröm után. Igen. Az szép. Dupla 19 első nyíra megvan. Smith kezdést. És most ő jön, tehát zárkózhat, hogyha ezt a leget is hozza a 7-4, hát az pedig már belátható távolság, de ugye ő már nem hibázhat, tehát nem bukhat leget. Hopp. 77. Egy újabb 41-es ezzel a... Nem lehet, hogy már elutaztak a Rangers szurkolók a visszavágó helyszín, az is lehet. A következő meccs, az most már, hogy ez a második hazai volt. Csak ott, most összem, 48 óra fog el... Na jó, de hát mire lejutsz Floridába, érted? Az is igaz. Én inkább élek a gyanú perre, hogy valószínűleg el vannak hajolva egy csöppet, igen. Ilyen szép magyarosan megfogalmazzam. És egy 140-nel megy le, 86-ra Smith.
könnyen lehet ebből meccs nyíl. Egy jó kerekítővel. Egy jó 170, rámegy a szépségre Anderson, hát ha még rádobhat. Bull. Jó közel volt a nyíloda, de hát 170, az bravúr lenne. De nem lesz. Is lesz. Ötös és a dupla 10, és ez az 8-6 is megvan. És ez a 8-3 arányban behúzza Michael Smith az első összecsapást, és bejut a legjobb négy közé. Ez volt Smith 12. sikere Gary Anderson ellen. A kettőjük egymás elleni 27. mérkőzésén pici pihenő következik, és aztán jön Leonard Gates, aki ugye már biztosította helyét a világbajnokságon évvégén, évelején, és a regnáló világbajnok lesz az ellenfele, tehát Peter Wright. Mindjárt folytatjuk.